Az élménybiológia az igazából három dolog. Egyrészt egy tudománykommunikációs blog, a Facebookon elérhető, most már lassan 25 ezer követője van, ahol én valamilyen kis izgalmas illusztráció mellett, így nagyon röviden, biológiával kapcsolatos dolgokat osztok meg. Másrészt az élménybiológia az egy összefoglaló neve egy tanítási stílusnak. Ez így fellengzősen hangzik, és az is, de igazából az, amit én csinálok, és amit én így kommunikálok is kifelé, hogy ebben van gamification, az eljátékosítás, nagyon szeretem azt, hogy tapasztalati tanulás, tehát hogy fogjuk meg, csináljuk, rajzoljunk, építsünk, és hogy minden egyéb, amit én használok, mondjuk az IKT, tehát videófelelet és a többi. Harmadrészt az élménybiológia az egy brand név lassan, ezt egyébként egy volt biológia tanár kollégám találta ki ezt a nevet nekem. A színezőkönyv története az ott indul, hogy én beteg lettem. Egy évvel ezelőtt volt egy műtétem, és azt gondoltam, hogy foglalkoznom kell magammal. Most nem tanítok ezért közintézményben, hanem elkezdtem azt nézni, hogy hogyan lehet a saját testünkhöz közelebb kerülni. Jött egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha a magyar népi motivumokat és az emberi szerveket összekötném, és először csak magamnak, de rájöttem, hogy ez más embereknek is jó. Az maga a visszajelzés, hogy az emberek belemerülnek ebbe, akár gyerekek, akár felnőttek, és onnantól, hogy csak színez és csinálja, az a cél, az már bőven elég visszajelzés, hogy flow-ba lehet kerülni általa. Amikor megrajzolok egy ábrát, akkor először megnézem anatómiai atlaszban, hogy néz ki maga a szerv. Annak megrajzolom a kontúrjait ceruzával, és amikor megvan ez, akkor elkezdek álmodni. Kinyitom a magyar népi motivumok gyűjteményemet, és megnézem, hogy kalocsai, vagy éppen matyó, vagy mi passzolna, vagy keverék, vagy ormánsági. Például a szem az csak ormánsági mintákkal van. Tehát, és így megálmodom, hogy mi az, ami így passzol. És akkor kicsit ceruzával tervezgetek, de aztán fogom a tollat, és elkezdek így alkotni, és ezeket a motivumokat odarakni, és közben figyelni arra, hogy anatómiailag pontos legyen. Természetesen nem lesz pontos, mert hát nincs matyó minta a tüdőnkön, de azért a kettőt összekötni nagyon izgalmas játék nekem is, és nekem is ez egy ilyen flow élmény. Egy rajz megrajzolása az körülbelül ilyen átlagban 5 óra. Tehát, hogy van, ami így 3-4, de van, ami 8 óra akár, tehát, hogy két napig ülök vissza. Egy ültőhelyemben körülbelül 4 órát bírok rajzolni, és aztán muszáj mozogni, meg kicsit más csinálni, és olyan is van, hogy tényleg átteszem, és másik nap folytatom, de hogy ez nekem egy olyan tevékenység, amit tényleg feltölt. Ezzel a könyvvel az egyik célom az, hogy a gyerekekhez közelebb hozzam az emberi testet. Nem feltétlenül a biológiát, mint tantárgyat, hanem azt, hogy ők kicsit így meg tudják tapasztalni, vagy meg tudják nézegetni, hogy mi is az, és ne rögtön az legyen a reakció, hogy fúj, fúj, hanem hogy jé, ez így néz ki a máj, ilyen alakú fogalmam nem volt, egyetem, mit csinál a máj? És ez a felnőtteknél is ugyanígy működik, hogy jé, ez ilyen? Hát akkor végül is miért is ne színezzük? És hogy a visszajelzések alapján ez működik is. Na ez nehéz volt. Én nem tudtam, hogy milyen mintát meg hogyan, mert a máj annyira amorf, hogy így ezzel mit csináljak, de aztán ez lett. Ezt a rajzot, ezt augusztus 20-án rajzoltam. Tehát úgy gondoltam, hogy ez akkor Szent István király koponyája. Én nem tanultam rajzolni, tehát nem végeztem ilyen irányú képzést, viszont világéletemben rajzoltam. Tehát, hogyha én rossz kedvű voltam, vagy nagyon boldog, vagy épp szerelmi bánatom volt, én leültem mindig rajzolni.